Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt ház, szinte hihetetlen, de Ukrajnában lassan 1000 napja dúl a háború. Miközben több százezer halott és sebesült van mindkét oldalon, a frontok hónapok óta gyakorlatilag megmerevettek. A konfliktust katonai úton lehetetlen lezárni. Sem Ukrajna nem képes legyőzni az orosz hadsereget, sem az oroszok nem fogják tudni térdre kényszeríteni Ukrajnát. A teljesen értelmetlen ördöklésnek egyetlen valós alternatívája van, az pedig a béke. A magyar kormány és a Fidesz frakció álláspontja a háború kitörésének első napja óta világos és egyértelmű, mi a béke oldalán állunk. Magyarország a konfliktus szomszédságában közvetlenül szembesül annak negatív következményeivel. Hazánknak az elmúlt 2,5 évben annak ellenére is fizetnie kellett a háború árát, hogy semmilyen felelősségünk nincs a harcok kirobbanásában. Több mint 2,5 év után a kérdés többé nem az, hogy ki és hogyan tudna győzni a háborúban, hanem hogy hogyan lehet végre békét teremteni. Magyarország továbbra is kész minden békepárti kezdeményezés támogatására, hogy véget lehessen vetni az emberek szenvedésének Ukrajnában. A lehető leghamarabb békét kell teremteni. Minél később lesz béke, annál több ember hal meg, annál több család fog szenvedni, annál több ember kényszerül menekülésre, és annál nagyobb lesz a pusztítás. Nyilvánvaló, hogy amit eddig Brüsszel és az Amerikai Egyesült Államok csinált, az egyáltalán nem vezet a konfliktus lezárása felé. A fegyverszállítások nem hozták közelebb a háború végét, a fegyverek számának növelése mindkét oldalon csupán még több áldozathoz és a harcok meghosszabbításához vezetett. Csak egy azonnali tűzszünet és a béketárgyalás megkezdése jelenthet megoldást. Tisztelt ház! Orbán Viktor miniszterelnök úr is ezért kezdett békemisszióba idén nyáron. A magyar kormányfő volt az első állami vezető, aki találkozott mindkét harcoló fél vezetőjével, valamint a háború lezárását leginkább befolyásolni tudó nagyhatalmi szereplőkkel. Emlékezhetünk, hogy július 2-án Orbán Viktor Kijevbe látogatott, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott, majd július 5-én Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. Július 8-án a magyar miniszterelnök Xi Jinping kínai elnökkel tárgyalt, majd Donald Trump volt amerikai elnököt látogatta meg a washingtoni NATO csúcsot követően. A harcok elhúzódása miatt közben a világban is kialakult egy nagy békepárti többség, ennek a többségnek élkön a globális dél államaival elege van abból, hogy a transzatlanti közösség nem tud véget vetni ennek a háborúnak. Ezt jelzi, hogy múlt hét pénteken New Yorkban, az ENSZ közgyűlésen létrejött a Béke Barátai nevű csoport, melynek alakuló ülésén Magyarország is részt vett. A 15 ország részvételével zajló tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást. Sajnos az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Uniós országok nagy része ezt a kezdeményezést is távolságtartóan fogadta. Ezért is lesz óriási jelentősége az amerikai elnökválasztásnak. Novemberben eldőlhet, hogy a világ tovább halad-e a háborúkhoz vezető, egyre elkeseredettebb harcokat eredményező ösvényen, vagy megáll, visszafordul, békét és tűzszüneteket hirdet, nem csak az ukrán-orosz háborúban, hanem minden más gócponton is. Donald Trump győzelme ezért kulcsfontosságú a háború befejezése szempontjából. Ő lehet a béke legnagyobb reménye, mert a nyugati világ jelenlegi vezető politikusai mind háborús pszichózisban élnek. Donald Trump amerikai elnökként nem indított háborút, lépéseket tett régi konfliktusok békével történő megoldása érdekében, ezért nem véletlen, hogy a világ békeszerető, békevágyó része politikai beállítottságtól függetlenül azért szurkol, hogy ismét ő legyen az elnök. Tisztelt ház! A Fidesz frakció kiáll a kormány békemissziója mellett, mert a magyarok szomszédságában nem akarunk további pusztítást, nem akarunk további szenvedést, és nem akarjuk, hogy több ember halljon meg. A Fidesz frakció továbbra is teljes erejével támogatja a kormányt az ország békéjének és biztonságának megőrzésében. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, frakcióvezető helyettes úr! A válasz dr. Magyar Levente, miniszterhelyettes államtitkár.
ki lesz. Köszönöm szépen. Parancsoljon miniszter helyettes úr, ön a szó. Valóban közel 3 éve tart már az ukrajnai háború, amit nyugodtan nevezhetünk öldöklésnek is, hiszen második világháború óta Európában, illetve a transzatlanti világban, ugye sok évtizeden keresztül ezt hívták fejlett világnak, ebben a fejlett világban nem látott mértékű emberveszteséggel jár ez a konfliktus. Ha egy kicsit számolunk, akkor egészen dermesztő következtetésekre juthatunk. Azt tudjuk, hogy 1991 végén, amikor létrejött a független Ukrajna a Szovjetunió szétesésével, akkor ennek az országnak a lakossága több mint 50 millió fő volt, valahol 52-53 milliós nagyságrendről beszélünk. A következő hivatalos cenzus 2001-ben 48,5 millió embert számolt össze, tehát egy jelentős, közel 10%-os lakosságvesztést a 90-es évek során már elszenvedett Ukrajna. 2001 óta az egész országra kiterjedő, szuverén Ukrajnában megvalósuló népszámlálás hivatalosan nem történt, tehát 2001-es számokkal dolgozunk. Ha extrapoláljuk a 90-es években természetes úton bekövetkezett népességfogyást a 2000-es évtizedre, akkor joggal feltételezhetjük, hogy a 2014-es majdani események idején Ukrajna lakossága a 45 millió főt alig haladhatta meg. 2014-ben Ukrajna de facto elvesztette a Krím-félszigetet a maga 1,5-2 milliós lakosságával, és ugyanabban az évben megkezdődött a Donbass leválása is Ukrajnáról. Így hogyha ezeket a egyébként fejlett ipari központokat, nagy népesség koncentrációjú területeket levesszük a feltételezett 45 milliós körüli számból, akkor azt kapjuk, hogy bizony 40 millió fő alá csökkenhetett Ukrajna lakossága, effektív lakossága még a 22-es háború kitörése előtt. Ezek nagyjából reális számoknak tűnnek. 22-ben kitört a háború, az addig bekövetkezett természetes népesség fogyással együtt azt feltételezhetjük, hogy közel 10 millió fővel csökkent Ukrajna lakossága, tehát így eljutunk egy egészen döbbenetes 20-valahány milliós nagyságrendig. Tehát ma minden jogunk és okunk megvan azt gondolni, hogy Ukrajna valahol 25 és 30 millió fő között lehet, tehát ennek a gazdag és nagy országnak a népessége megfeleződött a rendszerváltás, illetve a Szovjetunió szétesése óta, egy egészen drámai és precedens és párhuzam nélküli folyamat. Most már a nyugati média is rendre arról ír, hogy Ukrajna embervesztesége, halottak, eltűntek, és sebesültek, súlyos sebesültek vonatkozásában eléri a milliós nagyságrendet. Ez azt jelenti, hogy ha a magyar számokra vetítjük ezt a veszteséget, hogy mintha 350-400 ezer ember a magyar társadalomból a háború közvetlen következményeként vagy súlyos sebesülést szenvedett volna, vagy elhunyt volna a harctéren, hiszen az eltűntek jó részéről feltételezhető, hogy sajnos ez a sors jutott nekik. Tehát csak azért mondtam el ezeket a számokat, hogy érzékeljük azt a nagyságrendű emberveszteséget és szenvedést, amit Ukrajna kénytelen átélni ezekben az években. Magyarország részben ezért, részben azért, mert saját biztonságát is fenyegetve érzi a háború által, kezdetektől a békét sürgeti, a fő vita nyugati partnereinkkel, és a megközelítésbeli eltérés ukrán barátainkkal abban áll, hogy hogyan érjük el a békét. Fegyverrel, harccal, háborúval vagy diplomáciával. Mi azt látjuk, hogy ez a frontvonal, ez harmadik éve egyre közelebb jön Magyarországhoz, ahelyett, hogy távolodna tőle. És így 3 év tapasztalata alapján tudjuk azt mondani, hogy a háború eddig és a háború folyamatos tüzelése, etetése csak a frontot közelebb hozta Magyarországhoz. Így módon talán joggal feltételezzük azt, hogyha valami fajta fegyverszünetre és majdan békekötésre kerülne sor, akkor ez a front, ez minimum nem jönne közelebb, de lehet, hogy még el is távolodna egy megállapodás keretében Magyarország határaitól, ami a fő szempontunk, amikor ezt a konfliktust megítéljük a humanitárius szempontok mellett. Így tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak, Magyarország
imént elmondott okokból kifolyólag továbbra is a békét tartja diplomáciájának középpontjában. Erről folyamatos konzultációkat folytatunk, a legfontosabb a békét potenciálisan befolyásolni képes nemzetközi partnerekkel, de szeretném elmondani, hogy ukrán barátainkkal is kapcsolatban állunk. Éppen ma van itt az ukrán külügyminiszter, 4 év óta először, talán jeleként annak, hogy a sokak által temetett ukrán-magyar viszonyt nem kell temetni, sőt, ez a viszony, ez legjobb reményeink szerint reparálható, és egy olyan vágányra állítható, ami mindkét nép és mindkét nemzet javát szolgálja. Még egyszer, magyar megközelítésben a béke mentén, illetve a humanitárius segítségnyújtás mentén, amire ez a sokat szenvedő ország méltán rászolgál és rászorul. Én megerősítem a frakcióvezető helyettes úr szavait, hogy a magyar kormány továbbra is minden erőfeszítést diplomáciai úton megtesz azért, hogy azokkal a partnerekkel, akik szintén a békében érdekeltek, és akiknek van hallásuk a béke hívószavára, egy olyan nemzetközi koalíciót építsen fel, és nemzetközi erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy ezt a hőn áhított békeállapotot minél hamarabb elérjük, további emberéletek elvesztése, elkerülés érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.